Politikai tapasztalatai helyett ezúttal szorongásairól írt Vona Gábor, akit saját bevallása szerint egyre inkább foglalkoztat, hogy milyen örökséget hagy maga után. Egy interjúban azt mondta, nem a politikai pályafutását érzi élete főművének. Vona Gáborral beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt mikor fedezte fel önmagában, hogy jól ír? És most nem cinkelem, most ezt igazán kérdezem, ez egy folyamat, ez egy fejlődési út nyilván. Hát általános iskolába, remélem. A fogalmazásaim egész jók voltak, a helyes írásom gyenge volt, de... Jó, de hát az más, mint egy könyvet megírni. Ugye hát most voltak éppen igazából azért hívtuk, mert megjelent egy könyv, vagy miről arról mindjárt beszélünk még külön. Egy jó kérdés, nem tudom, ezen még nem gondolkodtam. És abban sem vagyok biztos, hogy egyébként, hogy jól írok. Tehát a feleségem a nagy kritikusom, ő azt mondja, hogy nagyon terjengős sokszor a stílusom. És ő meghúzza? Hagyja neki, hogy meghúzza? Abszolút bízom benne, igen. Míg a halál el nem áraszt, ez a címe a könyvnek. És hát a könyvből azért már az előszóból kiderül, egy olyan témát választott, ami nagyon régóta foglalkoztatja. Mi dolga van a halállal? Minden nyúlnak van szerintem dolga vele. Én azok közé tartozom, akik kevésbé tudnak ezzel a problémával mit kezdeni, vagy kevésbé tudják az életükből ezt úgy kizárni. Tehát nekem a halálszorongás, vagy a halálfélelem, maradjunk inkább a halálszorongás szónál, az gyermekkorom óta egy ilyen az életemet végigkísérő probléma. És ezért nagyon sokszor vizsgáltam különféle módon, meg hát nyilván az ember érettségétől, meg iskolai végzettségétől függő különféle formákban ezt a kérdést. És hát úgy érzem, hogy az a hosszú-hosszú időszak, amit ennek a kérdésnek a gondolkodásával vagy gondolataival töltöttem, megérett arra, hogy egy kötetté formáljam. 15 éve írom egyébként ezt a könyvet. 15 éve fogalmazódott meg bennem ennek a könyvnek az alap hipotézise vagy gondolata. Honnan tudja, hogy kész van? Most megjelent, tehát bizonyos értelemben persze igen, de ha valaki 15 évig ír valamit, az olyan, mintha sose tudná abba hagyni. Hát igen. Jó, mondjuk azért azt hozzá kell tegyem, hogy az alapgondolat megszületett valamikor 2004-2005-tel, én is 2006-ban a Jobbik elnöke lettem. Tehát, hogy azért ebből a 15 évből 12 év a Jobbik elnöki feladataival telt nagyobb rész, és nem a könyvírásával. Amikor nagyon kevés időm jutott, akkor a jegyzeteimet tudtam megírni. Most az elmúlt két évben egyrészt időm is volt, másrészt pedig sajnos a koronavírus körüli helyzet, azt kell mondjam, hogy egészen jó múzsája volt egy ilyen témájú könyvnek. Első végzettsége szerint történész. Így van. A többi érdekelne, hát nem tudom, aztán a pszichológiát nem végezte el, de járt. Igen, most meg szociológia tanulok. Igen, tehát pont ez a kettő az, amivel kapcsolatban én azt gondolom, hogy ha halál foglalkoztatja, akkor ez közel viszi az orvostudományon túl más területekként ehhez a témához. Ezért keresi ezeket? Ezért jár pszichológiára? Ezért végzi a szociológiát? Valószínűleg igen. Valószínűleg igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a halál az egy olyan kérdés az életünkben, amiről, hogyha nem tudunk választ találni, mindenki különféle válaszokat találhat, de nem tudunk rá egy megnyugtató választ találni, akkor az egész életünket tönkreteszi. Tehát még egyértelműben fogalmazva, ha nincs válaszunk a halálra, akkor nem lesz válaszunk az életre sem. Tehát ez a könyv látszólag a halálról szól, de valójában az életről. Nekem ad választ, felolvasom? Hát vagy kérdéseket? Kapott egy példányt, úgyhogy remélem, hogy meg lesz. Én belelapoztam, még nem olvastam, még megmondom őszintén. Kérdéseket ad, vagy választ is? Szerintem sok szempontból választ ad. Arra nem tudok választ adni, hogy kinek mi legyen az a védelmi rendszer, amivel szemben megpróbál berendezni, amit a halálszorongással, a haláltól való félelmünkkel szembeállít, és ezáltal képes egy életet élni. Ezt szerintem mindenkinek magának kell megtalálni, de vannak sokan, akik azt mondják most lehet a képernyőt, hogy jó, hát én nem félek a haláltól. A halálfélelem az lehet, hogy elkerüli, de a halálszorongás annyiban más a halálfélelemtől, hogy az tudattalan. És szerintem ebben mindannyian osztozunk, sőt én azt állítom, hogy ez tesz bennünket emberré. Tehát a csimpánztól bennünket a halálszorongás választ el. Az, hogy a homo sapiens ráébredt arra, hogy nem csupán van, hanem hogy lesz egy nap, amikor nem lesz. Hát ezzel használjuk a mindenfajta kultúránkat. Pontosan. A istenhittől az irodalomig mindent. Így van. Ez a könyvnek is lényegében a vezérfonala is. Valahol ez a könyv túl a konkrét személyes tépelődéseimen azért is írodott, hogy a kultúrának a becsületét visszapróbáljam adni, legalábbis a magam szerény eszközeivel, a vallásnak, a művészetnek, a tudománynak, és úgy által minden olyan kulturális alkotásnak, ami abban segít bennünket, hogy megfeledkezzünk
a létezésünknek erről a szörnyű jelenségéről. Azt tudja, hogy ezt az arcát most szerintem nagyon sokan elképedve nézik. Mert hogy mondjuk ez 10 évvel ezelőtt zajlik ez a beszélgetés, azt hiszik, hogy átszinkronizálta valaki. Igen, valami mémgyanús lett volna. Ez át, ez nem a vona. Igen. Tehát ez egy másik ember, akit ma mutat nekünk, mint a korai Jobbik elnöke. Nem, ez ugyanaz az ember, csak ez az ember ezt az arcát politikusként nem mutathatta meg. Hát fura lett volna, hogyha mondjuk beszélünk itt a stúdióban valamilyen aktuál politikai dologról, és utána pedig elkezdek beszélni, hogy tegnap a halálszorongással kellett szembenéznem, amivel egyébként szerintem mindannyian szembenézünk valamilyen módon. Ezt úgy rejtegette az ember, és most úgy adta az élet, hogy előállhattam vele, de megmondom őszintén, hogy még én is picit feszengek ebben a szerepben. Tehát volt már néhány könyvbemutató is, eljönnek oda emberek, és nem tudom, hogy mit várnak. Az első... Politizálni akarnak inkább? Nem tudom, az első 20-30 perc az mindig azzal telik, hogy szerintem egy ilyen sokkot kapnak ettől az egésztől, hogy egyrészt amúgy is nyomasztó a téma, bár nem nyomasztani akarok ezzel senkit, hanem pont azt szeretném mindenkinek üzenni, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, mert ez a élet minőségét tudja javítani, ha megfelelően tesszük. Tehát furcsa az, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozik bárki, amúgy is annyi problémánk van, az meg aztán végképp furcsa, hogy miért pont Vona Gábor teszi ezt. És miután eltelik egy kis idő, az a dinamikája ezeknek a könyvemutatóknak, hogy elfogadja mindenki, hogy ez van, most már nem tudok hazamenni, és utána elkezdünk erről beszélgetni, és egészen érdekes, meg mély vallomásokra kerül sor, amikor már a kérdez felelek szakasza jön. El tudnak vonatkoztatni attól, hogy honnan jön? És tudnak azzal foglalkozni, mi merre tart? Hát azt gondolom, hogy aki eljön az én könyvemutatómra, azért már valamiféle nyitottsággal rendelkezik az irányomba. Biztos volna olyan személy, akit, hogyha oda ráncigálnának, vagy nem tudná, hogy hová csöppen, és ott meglátna engem, akkor nem biztos, hogy függetleníteni tudná a témától. Ez ellenszenvet érzi még? Hát szerintem, aki politikával foglalkozik, azt együtt kell élnie. Tehát, hogy az nincs olyan politikus, akit mindenki szeretne. Sőt, a politikusok általában nagyon szélsőséges érzelmeket váltanak ki, de vagy hát nagyon szeretik, vagy nagyon... Vagy még az? Az emberek szemében én azt gondolom, hogy nagyon sokak számára még talán mindig az vagyok. És lesz még? Ezt majd az idő eldönti. Most nem vágyom vissza egyáltalán. Tényleg egyetemi tanár lenne, mint hogy ezt a Mutkai újságcikkben nyilatkozta? Hát nagyon szívesen. Mit tanítana? A halálszorongás és a kultúra kapcsolatát. Lehet, hogy izgalmas kurzus lenne. Szóval van egy könyve, olvassák el, és köszönöm, hogy beszélt róla. Köszönöm a lehetőséget. Vona Gáborral beszélgettünk, Vona Gábor szerzővel beszélgettünk. Jakubcsa Gabriella következik, és az ő műsorra kérdezem Gabit, hogy mi lesz benne. Szia, Gabi! Jó estét kívánok mindenkinek! Alsó hangon csak nem 800 ezerre becsülik a magyarországi alkoholisták számát, de hogy vajon mennyi igaz azokból az általában mentségként kitalált okokból, miszerint ez a szenvedélybetegség örökölhető is. Nos, a szakember mellett természetesen a közvetlen érintetteknél is rákérdezünk majd erre. A második fél órában aztán többek között olyan áldozatkész dobost, illetve judo oktatót is bemutatunk önöknek, akik például autistákat is tanítanak. Szóval most még egy pohár víz belefér az idejükbe, de utána már biztosan mi következünk. Így lesz, én pedig elbúcsúzom önöktől, hogy tényleg ez történjen. 9:30-kor híradó még itt az ATV-ben. Szép estét önöknek, viszontlátásra!